Dinnye helyzet. A túl nagy mennyiség miatt maradhat a termelőkön a dinnye ebben az évben. Kreatív fejlesztő eszközök, mint egy 300 ezer forintnyi papírírószer ajándék érkezett a Kereszt utcai óvodába. Hősképzés, idén is a társadalmi elsősegélynyújtást, valamint az újraélesztés népszerűsítés oktatja a Vörös Kereszt. Körülbelül harmadannyi kamion érkezik a térségbe, mint amennyi el tudná szállítani a dinnyét a megyéből. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint nagy anyagi kárt okozhat a gazdák számára, ha rajtuk marad a dinnye. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! Szabolcs megye az elmúlt években előrelépett a gyümölcs termesztése szempontjából, már közel 2000 hektáron foglalkoznak dinnyével. Ha a terület tovább növekszik, az komoly piaci zavart okozhat a következő években. A várakozások szerint jól indult a dinnye szezon, megérkezett a csapadék és a hőmérséklet is elég magas volt ahhoz, hogy szépen fejlődjön a nyári gyümölcs. A megyében is már öntözik a dinnyét, a további hetekben is jó termés várható. A gondot most pont az okozza, hogy túl sok gyümölcs terem, közölte az Agrárkamara megyei elnöke. Olyan problémák vannak, hogy körülbelül fele vagy harmada kamion érkezik a térségbe, akik ezt elszállítanák, és mindenki azzal küszködik, hogy ugye a dinnye is olyan, hogy amikor eljött az érés ideje, akkor le kellene szedni. Most nyilván, hogyha a termés úgy tűnik az értékesítés problémái miatt, hogy soknak tűnik, akkor mindenki most már kapkod össze-vissza, hogy hova értékesítse, ugyanis mindenkire ráérik a dinnye. A balkányi térségből például naponta átlagosan 50-80 kamion is elszállította a korábbi években a dinnyét, ez idén azonban 20-30 kamionra csökkent. Ha ez a következő két hétben is így marad, akkor nagy anyagi kárt okoz majd a termelőknek. Az is problémát jelent, hogy ha valakinek például egy évben jó termést hozott a dinnye, akkor pont ezért a következő évben 30 vagy 50 hektár dinnyét is termeszt majd. Ha csak 10-en döntenek így, az már komoly piaci zavart okozhat, tette hozzá Rácz Imre. A hazai fogyasztásnak több tényező sem kedvez az elnök szerint. A belső fogyasztás is csökken, nem biztos, hogy nekünk már áprilisba, meg márciusba a spanyol dinnyét kellene fogyasztani, mert kétszer-háromszor dinnyézik egy-egy család, az ha letudja már márciusban meg áprilisban, akkor éppen a magyarországi dinnyét már meg se fogja kóstolni, úgyhogy én nem örülök annak, hogy úgy húzzuk széjjel a szezont, hogy előbb kezdünk, és a görög és spanyol dinnyékkel már itt vagyunk márciusban az üzletekben. Hazánkban jelenleg 4600 hektárnyi területen foglalkoznak dinnyével. Az elmúlt években Békésben volt a legtöbb gyümölcs, ez azonban kezd megváltozni. Szabolcs megyében közel 2000 hektárnyi a dinnye termőterület. A maradék 2600 hektár a többi megye között, főleg Baranya és Békés között oszlik el. A helyi területek aránya azért is emelkedhetett az elmúlt években, mert ez a nyári gyümölcs könnyen termeszthető és nagyobb befektetés sem igényel, közölte Rácz Imre. Mint egy 300 ezer forintnyi papírírószer ajándék érkezett a Kereszt utcai óvodába. A felajánló vállalkozás vezetőjének célja, hogy a gyerekek az okostelefonok és tabletek nyomkodása helyett kreatív foglalkozásokon vegyenek részt, amelyek alkalmával kézzel fogható, maradandó alkotásokat készítenek. Szerettek rajzolni meg gyurmázni? Igen. Mi a kedvencetek? Nekem a gyurma! Vízfestékek, színes papírok, ceruzák és különböző színű gyurmák. Többek között ezekkel a kreatív fejlesztő eszközökkel ajándékozta meg az egyik ilyen termékeket forgalmazó cég a Nyíregyházi Kereszt utcai óvodát. Az eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek kreativitása mellett a kézügyességüket is fejlessze. Ez a kezdeményezés, ez egy első kezdeményezés, ennek lesz folytatása. Jelen pillanatban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a gyermekeknek a kreativitását, a kézügyességét fejlesztük. Mert azt vettem észre a saját környezetemben is, hogy csak a telefonok és a táblagépekkel foglalkoznak a gyerekek, és most úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy megtanuljon a gyerek ollóval, színeszteruzával rajzolni, szülőknek ajándékot készíteni, tehát ezért vagyunk itt. A felajánlott eszközökkel legalább egy fél évig biztosítva van az ábrázolás és kézműves foglalkozások anyag szükséglete, melyet akár a szülőkkel együtt is használhatnak majd a gyerekek.
Ezeket az eszközöket a mindennapokban fogják használni a gyerekek a rajzoláshoz, festéshez, és ezen kívül pedig még vannak olyan programjaink az óvodába, amikor a szülők és a családok is bejöhetnek hozzánk, és együtt tevékenykedhetnek, barkácsolhatnak a gyerekekkel, és ezeken a délutánokon fogjuk felhasználni az eszközöket. Azért választotta ezt az intézményt a vállalkozást, mert megítélésük szerint az óvodában megfelelően magas színvonalú képzés folyik ahhoz, hogy hasznosítani tudják az ajándékba kapott eszközöket. A vasúti menetrendet is érinti az augusztus 20-ai hosszú hétvége, a pihenőnap áthelyezés, illetve az ünnep miatt változik a vonatok közlekedési rendje. Augusztus 18-án és 19-én az ünnepnapra, 20-án a vasárnapra, 21-én pedig a hétfői munkanapra érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. A várható nagy utasforgalom miatt érdemes néhány nappal előbb megváltani a menetjegyeket, hívta fel a figyelmet közleményében a MÁV-Start. Éppen ezért a megnövekedett utasforgalom függvényében bizonyos forgalmasabb intercity vonatokat több kocsival közlekedtetik. A lehetőségekhez mérten az üzemképes kocsik felhasználásával növelik meg a vonatszerelvények kocsi mennyiségét a helyjegyvásárlások figyelembevételével. A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére egyes népszerűbb utazási időpontokban gyorsan megtelhetnek az intercity vonatok, ezekre érdemes elővételben megvenni a menet és helyjegyeket. A helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltságának adatai péntektől lesznek megtekinthetők a MÁV honlapján. A tájékoztató jellegű adatokat naponta többször is frissíti a MÁV-Start, az utasok pedig egy letölthető táblázatban megnézhetik, hogy hol tart a kötelező helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltsága az egyes napokra vonatkozóan, és azt is, hogy a kiválasztott induló járatra van-e még szabad hely. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket lehetőség szerint már az ünnep előtt néhány nappal elővételben váltsák meg. Érdemes kihasználni a jegyértékesítő automaták és az internetes jegyvásárlás adta lehetőségeket. A MÁV alkalmazásból vagy online megváltott elvonatjegyek a vonatokon elektronikusan is bemutathatók. Az ünnepi időszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybevétele esetére nyújtott kedvezmények, ami azt jelenti, hogy az automatában vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, az e-vonati jegyekre pedig 10%-os kedvezményt nyújt a társaság. Idén is elindította hősképzését a Vöröskereszt. Programjuk kortól és foglalkozástól függetlenül mindenki számára hasznos lehet. Különböző rendezvényeken megtudhatjuk tőlük, milyen egyszerű módszerekkel, eszközökkel láthatunk el otthoni sérüléseket, de a komolyabb újraélesztést érintő ismereteket is megtanulhatjuk munkatársaiktól. Nem a tanúrai oktatás segédeszköze az ambubaba, tavasszal mégis ezen gyakoroltak a Nyíregyházi Költséggimnázium diákjai. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársai vitték el hozzájuk hősképzésük keretében. A program lényege, hogy a társadalmi elsősegélynyújtást és az újraélesztés népszerűsítsék és tanítsák minél szélesebb körben és korosztályban, óvodáskortól az idősebb felnőttekig, iskolákban, munkahelyeken egyaránt. A hétköznapi életben otthonunkban gyakran lehet szükségünk égési sérülések, sebek ellátására vagy vérzések csillapítására. Sokan azonban nem tudják, hogyan segíthetnének magukon vagy másokon. Pedig nem is gondolnánk gyakran, milyen egyszerű módszerekkel orvosolhatjuk a bajt. Ezek elsajátításában is segít az ingyenes képzés. Próbáljuk minél egyszerűbben, tehát nem csak a protokoll, tehát a könyvek szerint előírt ellátási módokat, technikákat bemutatni, nyilván ezt is megmutatjuk, hanem minél egyszerűbben, akár egy fakanállal hogyan történhet egy törésrögzítés, vagy akár csak egy egyszerű gyalunak a segítségével, hogyha otthoni körülmények között vagyunk, és mondjuk egy törést kell rögzítenünk, vagy akár két kis műanyag villával, szigetelőszalaggal történhetnek a rögzítések. Tehát próbáljuk minél egyszerűbben, hogy biztosan megmaradjon az érdeklődőnek a fejében ez az ismeret. A Vöröskereszt munkatársa ez utóbbi módszereket rajtam is megmutatta, és valóban nem tűntek bonyolultnak, így nem kell senkinek sem móckodni a kipróbálásuktól, ha szükség lenne rá. Más a helyzet, ha földön fekvő embert látunk, sokszor fenntartásokkal kezeljük az ilyen eseteket. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha rendelkezünk is olyan ismerettel, amellyel tudnánk segíteni a bajba jutottakon, éles helyzetben könnyen esünk pánikba és kevésbé merünk cselekedni, pedig egy mozdulatlan, eszméletlen embernek akár az élete is múlhat rajtunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
az újraélesztési ismeretek is hamar megkopnak, mivel szerencsére nem használjuk ezeket napi szinten, így időnként nem árt felfrissíteni tudásunkat. Erre is jó a hősképzés, amely segít, hogy a mozdulatok magabiztossá rutinszerűvé váljanak szükség esetén. Azt pedig csak akkor tudjuk meg, milyen hasznos ez az alapvető tudás, amikor ténylegesen cselekedni kell. A programot sok helyre hívják, kapnak felkéréseket iskoláktól, különböző rendezvényektől. A hétvégén például a Kislétai falunapon találkozhatunk a vöröskeresztesekkel, ezt követően pedig a Vidor Fesztiválon is felbukkanhatnak a piros köpenyes szuperhősök. Ugye mindenki lehet szuperhős, nagyon kedvelt szlogen ez most, hogy bárkiből lehet szuperhős. Tényleg lehet szuperhős valaki akkor, hogyha az élet nagyon egyszerű dolgaiban jártas, és tud segítséget nyújtani. Tehát ez a szupererő, amit most mi reklámozunk és mi népszerűsítünk, az első segélynyújtás és az újraélesztésnek a szuperereje, tulajdonképpen egy hétköznapinak mondható tudás, amit az a jó, ha minél szélesebb körben tudunk alkalmazni, minél többen tudunk alkalmazni. Érdemes megjegyezni a szeptember 15-i dátumot, aznap ugyanis az első segélynyújtás világnapja alkalmából szintén készül a Vöröskeresztely rendezvénnyel, amelyek kitérnek a segítségnyújtókat érő lelki tényezőkre és azok feldolgozására is. Október 16-a pedig az újraélesztés világnapja, amikor is az egyre több helyen megtalálható félautomata defibrillátor használatának elsajátítására helyezik majd a hangsúlyt. Elsőként a Szabolcsi megye székhelyen érhető el az országos ügyfélsegítő időpont foglaló online felület. Ezzel a Nyíregyházi Járásbíróság ügyfélsegítő napjára akár már otthonról is bejelentkezhetnek a jogkereső állampolgárok. A bíróság az ügyfélsegítő korábbi nevén panasznap keretében segítséget ad a jogi képviselővel nem rendelkező ügyfeleknek a kereseti kérelem megfogalmazásában, a szükséges formanyomtatvány kitöltésében, szóbeli kérelmek írásba foglalásában, illetve bírósági eljárásjogi kérdésekben. Az elektronikus felület lehetővé teszi, hogy az ügyfelek interneten keresztül saját maguk válasszák ki, melyik szerdai ügyfélfogadási napra és hány órára szeretnének időpontot foglalni, akár több hétre előre is. A foglalásról az ügyfelek e-mail címükre visszaigazolást kapnak, amit meg kell erősíteniük. Ezután a kiválasztott időpontban a visszaigazoló e-mail bemutatásával vehetnek részt a bírósági ügyfélsegítő napon. Jelenleg ezen a linken kizárólag a megye legnagyobb ügyfélforgalommal rendelkező bíróságára, a Nyíregyházi Járásbíróságra lehet időpontot foglalni, az ősz folyamán a rendszer a vidéki bíróságokon is elérhetővé válik. A weboldal az ügyfelsegítő.bíróság.hu címen érhető el. Bő egy hét múlva, jövő hét pénteken kezdődik a Vidor Fesztivál. Nyíregyháza egyik legkedveltebb programsorozata idén már 18. alkalommal zárja a nyári időszakot. A nagyszínpadon fellép például Geszti Péter, a Halott Pénz és a Magashegyi Underground is, de a színházban és a Bencsvillában is szerveznek programokat. Ebben az évben egy másik városi program, a Sunshine születésnap is a Vidor hetére esik. Jövő hét pénteken elstartol a Vidor. Színház, filmek, kiállítás és természetesen számtalan koncert is várja majd a közönséget augusztus 23-ától augusztus 31-éig. Hagyományosan ebben az időpontban szervezik a Sunshine szülinapot is. Most a két program egy helyszínen lesz augusztus 31-én. A Sunshine szülinap már 5 éve városi nagy rendezvény lett, külön támogatást élvezve. Hát a Vidor Fesztivál meg saját rendezvényünk. Úgyhogy a mindkét fesztiválnak a 18 éves szülinapjára most együtt lesz itt a Kossuth téren. Azt gondolom, ez azért jó, mert a programok, a zenés programok összeállítása is talán így egyszerűbb, nem hasonló zenék lesznek. Másrészt pedig azok a nyíregyháziak, a közönség, akik mindkettőre el akartak menni, azok most nem kerülnek ilyen dilemma elé, hogy hova menjenek. A rádió a születésnapján több ezres tömeget szólított meg az elmúlt években. Volt, amikor 12 000-re becsülték a közönséget. A Vidor utolsó napján, augusztus 31-én vasárnap, ahogy véget érnek a nagyszínpadi koncertek, akkor kezdődik a Sunshine születésnap a Kossuth téren a kis színpadon.
Előtt a parkfürdőben az előző éveknek megfelelően már hagyományosan megválasztjuk majd a nyár Miss Summer Sunshine szépségeit, és őket majd itt a színpadon este be is mutatjuk, majd ezt követően a Hősök élő koncert először Nyíregyházán, a Hősök élő koncerte, illetve Rico and Miss Mood, a Lifestyle, egy nyíregyházi zenekarról van szó, illetve lesz majd Sunshine DJ-k bemutatkozója is, és persze ők pörgetik fel a közönséget egészen ilyen hajnal egyik. A rádió és a színház között a korábbi években is voltak már egyeztetések a közös szervezés érdekében. Szerencsére most idén sikerült egy olyan megoldást találni, ami szerint 31-én a zárónapon este 10 órától egy Sunshine szülinapi buli lesz a fesztivál keretein belül megtartva. Tulajdonképpen ez az egy program, ami kimondottan a Sunshine rádiónak a sajátja. Az összes többi napon ettől függetlenül Sunshine színpadnak fogjuk a korábbi kis színpadot nevezni. A sajtótájékoztatón elhangzott, amennyiben jól sikerül a közös program, úgy a következő években is közösen szervezik majd a Vidor Fesztivált és a Sunshine szüri napot. Megérkezett a Fátum Nyíregyháza csapatához az új center. A 23 esztendős amerikai Molly Lowman először játszik majd európai együttesben. A játékost és az együttes új másodedzőjét, Német Szabolcsot csütörtökön mutatták be a sajtó képviselőinek. A nyíregyháziak október 12-én Szombathelyen kezdik a szezont. Mivel az elmúlt szezont követően távoztak a Fátum Nyíregyháza külföldi játékosai, új légiósok után kellett nézni a klub vezetésének. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, menedzserek és mérkőzés felvételek segítségével igyekeznek megtalálni az ideális jelöltet a csapatok. Mint Hollósi László vezetőedző elmondta, nem csak a játéktudás számít, hanem az is fontos, hogy milyen a jelölt személyisége, mennyire illeszkedik az adott csapat stílusához, filozófiájához. A szerda éjjel érkező Molly Lowmannek fontos szerepet szán a következő idényben a szakember. Ebben a szezonban én is ezt is tűztem ki az egyik legfontosabb feladatnak, hogy egy olyan csapatot alakítsunk ki, akik tényleg tudják biztatni egymást és tudnak küzdeni egymásért. A küzdelemmel tavaly se volt probléma, nyilván voltak olyan kisebb feszültségek a háttérből, amit ugye ezt soha nem teregetünk ki, de ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dolgozni, tényleg most olyan játékosokat keresünk, akik teljes mellszélességet csak a munkára koncentrálnak. Konkrétan a kérdésre is válaszolva, a Molly személyében én úgy gondolom, hogy egy olyan center poszton bevethető játékost találtunk, akinek az egyik legnagyobb erőssége lehet a blokk tevékenysége, és az én filozófiámban, röplabdáról alkotott filozófiámban az egyik legfontosabb, hogy az úgynevezett első védelmi vonal, a blokk tevékenység az erős legyen, és mindenképp ebben neki egy fontos szerepet szánok. A 23 éves játékos az Egyesült Államokban a röplabda szempontjából a legjobbak közé tartozó Minnesota Egyetemen végzett, majd egy szezont játszott a Fülöp-szigeteken. Azért jöttem Nyíregyházára, mert mindenképpen ki szerettem volna próbálni magam Magyarországon. Hallottam arról, hogy a bajnokság sokat erősödött az utóbbi években, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen teljesítményt tudok nyújtani Európában. Hollósi László munkáját a jövőben Németh Szabolcs segíti. A játékosként 5-szeres bajnok, 3-szoros kupagyőztes, 69-szeres válogatott volt röplabdázó, az elmúlt hét eleje óta dolgozik a már Nyíregyházán lévő játékosokkal. Megmondom őszintén, hogy hazamentem, és a feleségemnek, aki végigkísérte a pályafutásomat, megmondtam, hogy abból a szempontból is úgy érzem, hogy jó döntést hoztam, mert itt a lányokat nem kell noszogatni, hogy vonaltól vonalig fussanak, ők elfutnak. Tehát, hogyha kapnak egy feladat, elfutnak, azért a férfiaknál ez tud csumákolásba átmenni. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam, nagyon jó benyomást tettek rám a lányok, nagyon könnyű velük dolgozni eddig, még igaz, hogy csak fél csapat van, tehát itt szállingoznak a játékosok, de napról napra egyre többen leszünk, és ugye az Európa-bajnokság végeztével fog kiteljesedni a csapatunk, de még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon harmonikus a kapcsolat a játékosok és a stáb között. A Fátum Nyíregyháza keretében még egy hely kiadó, oda keresi a megfelelő játékost a szakmai stáb. A csapat először szeptember 6-án az MTK otthonában lép pályára felkészülési mérkőzésen, a bajnokságban pedig október 12-én Szombathelyen mutatkoznak be Lowmannék. A hölgyeknek addig az edzések mellett is lesz elfoglaltságuk, a Vidor Fesztiválon augusztus 25-én egy ékszerbemutatón vállalnak szerepet, majd 29-én a Kék Cápák kosaraseival közösen egy közönség találkozón vesznek részt a játékosok.
Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A várakozásoknak megfelelően jól indult a dinnye szezon ebben az évben, most pont ez okozhatja a problémát. Körülbelül harmadannyi kamion érkezik a térségbe, mint amennyi el tudná szállítani a dinnyét a megyéből. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint nagy anyagi kárt okozhat a gazdák számára, ha rajtuk marad a termés. Szabolcs megye az elmúlt években előrelépett a gyümölcs termesztése szempontjából, már közel 2000 hektáron foglalkoznak dinnyével. Mintegy 300 ezer forintnyi papírírószer ajándék érkezett a Keresztutcai óvodába. Többek között vízfestékek, ecsetek, színes papírok, ceruzák és különböző színű gyurmák kerültek az óvodás csoportokhoz. A felajánló vállalkozás célja, hogy a gyerekek az okostelefonok és tabletek nyomkodása helyett kreatív foglalkozásokon vegyenek részt, amelyek alkalmával kézzelfogható, maradandó alkotásokat készíthetnek. Idén is elindította ingyenes hősképzését a Magyar Vöröskereszt. Programjuk kortól és foglalkozástól függetlenül mindenki számára hasznos lehet. Különböző rendezvényeken megtudhatjuk tőlük, milyen egyszerű módszerekkel, eszközökkel láthatunk el otthoni sérüléseket. De a komolyabb újraélesztést érintő ismereteket is megtanulhatjuk munkatársaiktól, akikkel mások mellett a Vidor Fesztiválon is találkozhatunk. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 15-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Hidegfront jellegű hatás miatt előfordulhat fejfájás, szédülés, az allergiás betegségek, tünetek pedig halmozottabban észlelhetők. Péntek reggelig komoly felhős idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél időnként megélénkül. Hajnalra 9 és 12 fok közé hűl le a levegő. Napközben aztán változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható. Délutántól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig helyenként megélénkül. A délutáni csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. A következő napokban inkább csak fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják a napsütést, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki, erre nagyobb esély az északi megyékben van. Fokozatosan melegszik a levegő, a maximum hőmérséklet a jövő hét első napjaiban néhol a 33-34 fokot is elérheti, és az éjszakák is enyhébbek lesznek.